az korán sem engedi majd, hogy elborítson a kétségbeesés. Aki sokáig sokat élt, ugyanis érzi a hanyatlást saját magán, de azonnyomban reflexből a világra vetíti. Nem nagy baj, de ne nagyon higgyünk magunknak, ha igazunk van is, meggyőzöttünk róla, mindenki megerősít benne, és még a statisztikák is ezt mutatják. Ha elhiszem, baj. Én anyukámmal és apukámmal 75 000-es kettős rangadókra jártam a Népstadionban. Persze a Fradi miatt, Varga Zoli miatt, de persze a többi csapat játékosait is bámultam. Újpest és Vasas, Honvéd és MTK, Rapp Imrét, aki nem hagyta ott a Pécset, Bástit, aki nem hagyta ott Salgótarjánt. Volt szív és hűség, előre kellett megvenni a jegyet, és volt a tömeg férfi kórus által előénekelt, semmihez nem fogható morgás, ujjongás, csalódottság, hörgés. Mindenféle segédeszközök nélkül tegyük hozzá, mert nem volt még divat az a ma már sokszor elviselhetetlenül kellemetlen, agresszív hangkavalkád, amelyek mélypontja az utolsó VB-be súlyosan belezavaró vúzela. Semmi anyázás nem volt, se zsidózás, se cigányozás, se buzizás. És előttem van a jelenet, belém égett, hogy a 2003. május 30-i Fradi Debrecen meccs után a beözönlő tömeg miket művelt. Ahogy rohan valaki a csapatom ellenfele edzője Szentes Lázár után, és fölugorva hátba rúgja. Hogy ütöttek, rúgtak mindenkit, saját játékost is, Tökölit például, aki amúgy 26 gólt rúgott a szezonban. Ahogy az akkori budapesti rendőr főkapitán nyilatkozta, a rendőrséget a közterület biztosítására kérték fel, a pályán belül a Ferencváros által megbízott biztonsági emberek voltak felelősek a rendért, őket később hívták be, mikor úgy ítélték meg, hogy nem képesek saját erőből megoldani a helyzetet, és hogy a rendőrség csak az adott jogszabályi kereteken belül mozoghat. Ez valóban nem működik. Valóban változzon meg. Amennyiben a törvény módosítása megoldja ezt a megoldhatatlanságot, hogy a Fradi pálya miért nem közterület, ha az, illetve ha nem közterület, lehet-e ott tömegverekedni, másokat hátba rúgni. Hogy rendbontásnál miért kellene külön az adomon kívül fizetni azért, hogy a rendőrség beavatkozzon, ha máskor meg nem kell. Ám de a törvénymódosítás általános indoklása szerint egyrészt, idézek, hosszú évek tapasztalatai alapján megállapítható az, hogy az erőfeszítések nem érték el a kívánt célokat és eredményeket. El kell ismerni, hogy a hathatós, átütő javaslatoknak rendszerint az anyagi lehetőségek és a jogszabályok gyakorlati hatályosulásának problémája a jogalkalmazás során tapasztalható hiányosságok szabtak korlátot. Eddig az idézet. Majd pedig ez következik, idézek. A módosítás több törvény módosításával kiküszöböli a jelenleg hatályos joganyag hiányosságait, nem titkoltan a szigorítás irányába elmozdulva, és a sportesemények rendezésében közreműködők nagyobb felelősségének megteremtése érdekében. Itt komoly az ellentmondás. Ugyanis, ha a pénzhiány a hiba és a gyakorlati hatályosulás a jog alkalmazása, akkor a szigorítás, a nagyobb felelősség mennyiben segíthet? Tisztelt Ház, létezik egy valóságos probléma. Mindenki érzi. Ezeknek a javaslatoknak a hatása azonban nem kiszámítható, annyiban csupán, hogy újabb társadalmi csoportok, nézők, klubok, játékvezetők kiszolgáltatottságot növelje. Olyan magatartásokat kriminalizál, amelyek normál körülmények között szabálysértésnek sem minősülnek. Például bűncselekmény, ha a nézők meghatározott csoportjából elzárt területre lépek. Ha Fradi drukkerként az Újpest drukkereinek fenntartott szektorba behatolok. A büntető eljárásban azt kell majd bizonyítani, hogy a korlátozás rám vonatkozik, mert fradista vagyok. A csapatok iránti szimpátia ezek szerint törvényileg szabályozható. Tisztelt Ház, túl azon, hogy a törvényjavaslat
a szervezőt megvalósíthatatlan feltételek elé állítja, gondoskodnia kell a be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, megőrzéséről, a jogosult részére távozáskor történő visszaadásáról, a személyazonosításra alkalmas kedvezményekre jogosító klubkártya kiváltását teheti kötelezővé, beléptetéskor a jegy a bérlet birtokosának személyazonosságát kell ellenőriznie, személyes adatait egybevetnie a belépőjegy, bérlet, klubkártya adataival, stb. Túl tehát ezeken aránytalan és szükségtelen ekkora erőmutogatás. Mint példám, a lengyel Ustavka is mutatja, még az úgynevezett sporthuliganizmus is hordozza a sporthoz nélkülözhetetlen fair play nyomait. Nem mellékesen ezek a szublimált háborús játékok, bármi rémisztőek és nem kívánatosak, összességében sem járnak annyi veszteséggel, mint a legjelentéktelenebb háborús konfliktus. Ennek megfelelően könnyen belátható, a tiszta erődemonstráció inkább kriminalizál, mint sem old a helyzeten, véleményem szerint a társadalmi és nem a társadalom fölötti kontroll erősítése révén lehet a helyzeten javítani, beleértve az egyébként elkerülhetetlen közhatalmi döntések és beavatkozások ellenőrzését is. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra megadom a szót Szilágyi György képviselőnek, a Jobbik képviselőcsoportjából. Köszönöm a szót, elnök úr. A mostani felszólalásban is elhangzottak azok a negatív események, amiket folyamatosan az RTL Klub és a TV2 és a média ráerősítve bizonyos politikusokkal karöltve mondanak. Körülbelül 1000 mérkőzésből az elmúlt, több mint 1000 mérkőzésből az elmúlt 10 évet vesztük, körülbelül 10 olyan mérkőzés volt, ahol ilyen negatív eseményeket lehet mondani, a többi mérkőzés lement. De ha már azt mondjuk, hogy milyen negatív, akkor miért nem beszélünk arról is, hogy milyen pozitív események zajlanak le egy-egy mérkőzésen? Miért nem beszélünk mondjuk a Ferencváros szurkolókról, akik évekig kitartottak a másodosztályban szereplő csapatuk mellett? Miért nem beszélünk az Újpest szurkolókról, akik az osztályzón annyian jelentek meg, amikor osztályzót játszott az Újpest, mint még soha nem volt látható? Miért nem beszélünk mondjuk a diósgyőriekről, akik most kitartottak végig a másodosztályban, és most jutottak fel az első osztályba? Miért nem beszélünk arról, hogy amikor a dunaszerdahelyi magyar ellenes támadás után a magyar politikai élet nem szólalt meg, akkor ezek a szurkolói csoportok félretéve mindenféle ellentétet közösen tartottak tüntetést, és egyedül ők emelték fel a szavukat a dunaszerdahelyi események ellen. Hát beszéljünk már arról a pozitív dolgokról is, amiket ezek a szurkolók tesznek, akik ellen most ezeket a rendelkezéseket akarják meghozni. Beszéljünk már arról, hogy ők a saját pénzükön mennek el, és még teremtenek olyan légkört egy-egy mérkőzésen, ami miatt még labdarúgásnak lehet nevezni a magyar labdarúgást. Veszünk már arra a kettős mércéről, hogyha egy külföldi mérkőzést közvetítenek, akkor a magyar kommentátorok, amikor különböző pirotechnikai eszközöket használnak, akkor lelkesedve mondják, hogy milyen hangulat van Magyarországon, meg hogyha egy csillagszórót meggyújtanak egy mérkőzésen, akkor már rögtön rendbontásról beszélnek, rögtön arról beszélnek, hogy ezek garázda elemek. Tehát a kettős mérce, és beszéljünk a pozitív dolgokról is. Hát ezek ellen, az emberek ellen akarják ilyen pillanatban hozni ezeket a törvényeket, mert még egyszer mondom, rendbontókról kellene beszélni, hiszen közlöm önökkel, lehet, hogy meglepetést fogok okozni, igazán huligánok Magyarországon nincsenek. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólalásra megadom a szót Szilágyi Péter képviselőnek, LMP képviselőcsoport. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én egy kicsit a témától egy icipicit eltérő irányú kérdést szeretnék államtitkár úrnak feltenni, már ami a törvényjavaslat megszületésének, illetve a tárgyalási módját illeti. Az lenne a kérdésem, hogy múlt héten miért szavaztunk arról, hogy ezt a javaslatot sürgősséggel tárgyalja a ház. Én megértem, hogy esetleg a kormány nem tudja tartani a törvényalkotási tervet, de én azt szeretném kérdezni, hogy ezeket a súlyú törvényeket miért kell sürgősséggel tárgyalni? Miért kell egyéni indítványokkal szétbombázni a törvényalkotási tervet? Én úgy gondolom, hogy nem kaptunk megfelelő magyarázatot arra, hogy miért tárgyaljuk a javaslatoknak több mint felét sürgősséggel. Arra szeretnék választ kérni államtitkártól, hogy ezt a mostani törvényt, ezt miért így tárgyaljuk. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólásra megadom a szót Kukorelli Endre képviselő úrnak. LMP képviselőcsoport.
Tisztelt, hát szerintem Szilágyi képviselő nem volt benne a beszédem elején, mert akkor valami félreértés van. Egyrészt én valóban úgy gondolom, hogy ez a törvény a szigorával kriminalizál. Tehát szerintem kontraproduktív. Másrészt meg azt kijelenteni, hogy nincs futballhuliganizmus, ez megint a lónak a másik oldala. Abszolút van futballhuliganizmus, és az, hogy azokat a példákat, amiket említett, azokat én is nagyon jól tudom, magam is elég kitartó drukker vagyok. Noha kétségtelen, hogy ahhoz képest, hogy gyerekkoromban milyen volt az identitásom, ahhoz képest ez radikálisan csökkent, és pontosan azért csökkent, mert olyan emberek járnak ki a stadionba, akiket nyugodtan lehet úgynevezett huligánoknak nevezni, és akik miatt nekem sincs igazából kedvem kimenni. Szóval az a hangulat, ami gyerekkoromban volt, és még egyszer mondom, az a már így többször elhangzott 75 ezeres kettős rangadós hangulat, hogy tehát összevetjük a mostani helyzettel, ez ég és föl, tehát nem lehet azt mondani, hogy itt minden rendben, majd egyáltalán nincsen rendben nagyon sok minden. Tehát nagyon helyes az, hogy itt erről beszélünk, erről a kérdésről, tehát nem lehet azt mondani egész egyszerűen, hogy itt nincs probléma, és hogy nem lenne futballhuliganizmus. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk az írásban előre bejelentett felszólalásokat. Felszólalásra következik Zagyva György Gyula képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót. Rögtön az elején szeretnék idézni egy nagyon híres futballal kapcsolatos könyvből. Nem hiszem, hogy a kormányoldal képviselői olvasták volna, de ha olvasták, akkor az meglepő lesz számomra. Ez a Futballfaktor nevű könyv, című könyv, amiben van egy nagyon érdekes mondat, mégpedig az, hogy a futballszurkolók az a kisebbség a világon, akikkel bármit meg lehet tenni, mert nincs az a politikus, aki kiállna értük. Most mi ez ellen, most egy kicsit azért ezt szerintem most meg fogjuk cáfolni, de az elmúlt egy órát most már látszik, hogy most már azért van a világon legalább 4 vagy 5 politikus, aki kiáll értük, bár ez még mindig nem elég, mert ahogy itt most a hozzászólásokat, meg az előterjesztést, ahogy néztem, elmentem a bizottsági vitára is, illetve már itt előtte a nyilatkozatokat, ahogy olvastuk, meg az egész futballt, illetve ezt a kérdést körüllengő nyilatkozatokban, ahogy ezt le lehetett szűrni, a magyar politika, a magyar futball szakemberek, tehát az MLS-nek a szakemberi, tehát a sportszakmai szakemberek bűnözőnek tekintik a szurkolókat, és lila gőzük nincs a szurkolói szubkultúráról, illetve orránál fogva vezetik Csányi urat, ugye az MLS-nek az igazgatóját, főleg egyébként az MLS-ben ülő rendőrök, biztonsági szakemberek, akiknek egyébként üzleti érdekük fűződik ehhez a törvényhez is, meg ahhoz, hogy ebbe a törvénybe az legyen belefoglalva, hogy a második kategóriába tartozó mérkőzésekre, ugye ez a fokozott kategóriába, ők, mint minősítő bizottság eldönthessék, hogy a Fidesz közeli biztonsági cégeknek hány emberét kell majd ugye alkalmazni. Hát államtitkár úr például most rászta a fejét, de én úgy gondolom, hogy meg kell nézni a céges háttereket, hogy kik őrzik Magyarországon a válogatott meccseket, a különböző klubmeccseket, és akkor ki fog derülni, hogy ez egyébként amúgy Fideszhez igencsak köthető cégek, és a minősítő bizottságban, akik egyébként ülnek az MLS-ben minősítő bizottságban, akik majd el fogják dönteni, meg most jelen pillanatban is eldöntik, hogy mi alapján, vagyis hogy melyik meccseket fogják fokozottként ugye megjelölni, ott ugye vannak azért ismerettségek. Tehát most ebben nem akarok nagyon belemenni, szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek. A lényeg az, hogy orránál fogva vezetik a magyar politikusokat, orránál fogva vezetik Csányi urat, mert mindenki azt mondja, és sajnos Csányi úr ezt el is hiszi nekik, hogy mindenki azt mondja, hogy azért nem járnak mérkőzésre Magyarországon az emberek, mert hogy itt olyan tomboló futballhuliganizmus van, ami miatt nem mennek ki,
És hogyha ezt megoldják, illetve a létesítményhelyzeten egy picit javítanak, akkor itt 10 000-es átlagnéző számot el lehet érni. Egy pár példát azért felhoznék. Az elmúlt 10 évben Magyarországon a legnagyobb nézőszámokat a következő mérkőzések produkálták. Újpest-Ferencváros, bármilyen pályaválasztással, tehát Újpest-Fradi-Újpest, tök mindegy, Zalaegerszeg haladás és Diósgyőr Nyíregyháza. Ezek oda-vissza. Ez a három párosítás, ez aztán tényleg kiemelt, ezek a sajtóban állandóan azt írják róla, hogy itt verekedések vannak, itt ez veszélyes, itt háborús övezet van. Érdekes módon mégis ezeken a meccseken van 10 000 néző, vagy annál több néző. Érdekes módon mondjuk az MTK Paks meccsen 300 néző van, pedig ott aztán biztos, hogy nincsen balhé, meg nem is lesz a büdös életben, mert 300 néző van. Akkor oda miért nem mennek ki azok a családok, akiket önök várnak a futballmeccsekre? Miért nem mennek ki? Erre nem hiszem, hogy majd kérnék erre választ, hogy önök szerint oda miért nem mennek ki, vagy miért nem mennek ki a Siófok Paksra, vagy a 22-es számú Volánnak a mérkőzéseire. Most mondtam egy példát, az már tudom, megszűnt. Miért nem mennek ki? Azért nem, mert nem érdekli a nézőket. És egyébként az a réteg, akiket önök várnak a meccsekre, ez a családos, felső középosztálybeli réteg, ezt Magyarországon mondjuk egy Maróti Béla játéka nem fogja érdekelni. Ezt Magyarországon akkor lehetne ezeket az embereket bevonni a mérkőzésre, járásra, meg akkor lehetne kicsábítani őket a stadionokba, hogyha itt Cristiano Ronaldo meg Messi-k járnának, mert ahhoz vannak hozzászokva ezek az emberek, mert nézik a Sportegyen meg a különböző televíziós csatornákon ezeket a topligáknak a rangadóit, ezekhez vannak hozzászokva, vagy minimum Dzsudzsák Balázsok játszanának itthon. Hogyha önök beterjesztenek egy módosítót, vagyis nem is módosított, bocsánat, mondjuk a költségvetéshez majd őszön, hogy minden futballklubnak, aki első osztályú futballklubnak mondjuk 10 milliárd forintot kell adni a költségvetésből, és majd meg tudják oldani, hogy Dzsudzsák Balázs itthon játszon, akkor majd lehet elvárni a 10 000 nézőt egyébként. És mert ezek az emberek, még egyszer mondom, a statisztika bizonyítja, nem azért nem járnak ki, mert veszélyes futballmeccsre járni, vagy éppen nincsen WC. Azért, mert ezeket az embereket nem érdekli a magyar foci. Ezek az emberek akkor járnak mérkőzésre, hogyha mondjuk a Debrecen összekerül egy Manchester United-dal, vagy egy nagyobb foci csapattal, vagy a válogatott egy első 10-be tartozó válogatottal játszik, mondjuk a brazil meccsen mindig telt ház lesz. És érdekes módon akkor kimennek azok az emberek, akiket önök várnak. De azért mennek ki, mert meg akarják nézni a legjobb brazil focistákat. Azért mennek ki. És fogadják el, hogy a magyar bajnokságban, hogyha jobb foci lesz is, hogyha majd 3 év múlva eljutunk odáig, hogy nem a selejtezőbe esünk ki az Európa kupából, hanem mondjuk a második fordulóba, akkor ezek az emberek akkor se fognak kijönni. Mert ezek az emberek topligás játékosokat akarnak, sztárokat akarnak, és itt ahogy többen elmondták, hogy 20-30 évvel ezelőtt milyen sok embert járt a meccsre, és hogy milyen jó volt akkor meccsre járni. A Kukorelli képviselőtársam is, meg több fideszes képviselőtársunk. Hát könyörgök, hát Bene Ferenceket lehetett akkor látni, meg világsztárokat, meg Albert Flóriánokat. Hát persze, hogy akkor kimentek azok az emberek is, akik egyébként csak azért, hogy lássák mondjuk a vergődő haladásukat, vagy a vergődő nyíregyházájukat a második ligába, mit tudom, az NB2-be, azok nem fognak, azokon kívül is kimentek. Most csak azok járnak ki, akiket a klubhűség összetart, meg vannak olyan elkötelezettséggel a futball iránt, hogy kimennek akárhanyadik a csapatuk. Mint például a Ferencváros szurkolói, vagy említhetném itt a Diósgyőr szurkolóit. Ugye kontrát államtitkár úr például említette ezt a ominózus pápa haladás meccset. Tehát államtitkár úr is elmondta, hogy ön egy év általában 2-3 meccsre szokott kimenni, de akkor ezek szerint emiatt nincs tisztában avval, hogy mondjuk a magyar szurkoló életnek vannak olyan sajátosságai, mint például ez az ominózus pápa haladás párosítás, ami azért van, hogy a haladás szurkolói vagy ultrái haragszanak a pápára, mert ugye a bíró Péter pápai klubtulajdonos, ugye volt egy elég komoly összezőrenés a haladás, amikor ugye a Lombard
csapatát ugye elvitte a Szombathelyről, pontosan Pápára. Emiatt az összes pápa haladás, meg haladás pápa meccsen a haladás szurkolói kórusba szidják Bíró Pétert. Bíró Péter ezt nem tudta elviselni, magánhadseregként használta a security-ját, ugye, ami egyébként törvénytelen, meg etikátlan, meg mindent lehet rá sorolni. Nyilván a security-sokat ráúszította a haladás szurkolóira, azok meg idegességükbe, meg védekezésükbe elkezdték bedobálni a műanyag széket, ami egyébként amúgy nem azt mondom, hogy támogatom, sőt, egyáltalán nem támogatom, de azért jelöljük meg az okot. Hogy ez miért volt. Nem azért, mert éppen úgy gondolták, hogy ők most műanyagszéket akarnak feltépni, hanem azért, mert a Bíró Péter által rájuk húzított security elkezdte őket piszkálni, meg verni. Egyébként amúgy, hogyha nem tudom, hogy itt a teremben mennyien vannak olyan emberek, akik mondjuk folyamatosan járnak mondjuk mérkőzésekre, vagy az elmúlt 10 évben, mondjuk nem 2-3 egy év, hanem többször. Akik mondjuk járnak, azok nagyon jól tudják, hogy a szurkolóknak azért nincsen egy átlag ultrának, vagy egy átlag szurkolónak, főleg mondjuk a kanyarba elhelyezkedő szurkolóknak, azért nincsen semmiféle bizalma már ilyen dolgok iránt, meg mondjuk az MLS különböző bizottságai iránt, meg a sportszakma iránt, mert olyan dolgok történnek, olyan törvénytelenségek történnek velük, ami pontosan itt az általam idézett futballfaktor mondatba pontosan beleillik, hogy mindent meg lehet velük csinálni, mert nem áll ki értük senki. Meg lehet velük csinálni azt, hogy a metróban mondjuk akár Újpest, akár Kispest, akár Fradi búcsúzóra rendőrök még belőtnek egy kis könygázt, és utána becsukják az ajtót, és az egész metró könnyezik. Erről ugye nincs újságcikk, ezt meg lehet velük csinálni. Persze, hogy nem fogják szeretni, önök se szeretnék. Önök se szeretnék, hogyha mondjuk úgy kéne utazniuk egy 3 meghálót, hogy folyik a könnyük, mert a rendőrök még szórakozásból befújtak egy kis könnygázt. Folyamatos zaklatások, folyamatos vegzálások, és most nem azokat az embereket védem, aki esetleg mondjuk bűnt követel vagy rongál, tehát félreértés ne essék, nem azokat védem, hanem mondjuk egy Újpest Fradi, mondjuk elmegy a Ferencváros szurkolói közé, mondjuk 2-3 ezer ember idegenbe, minimum, vagy de lehet, hogy több is. Most ezek közül az emberek közül mindenki megkapja a maga kis könygázát. Nem csak mondjuk az az 50-80 vagy 200 ember, aki valamilyen törvénybe ütközőt csinál, ha csinál, mert azért nem minden meccsen csinálnak, azért maradjunk annyiba. Ezzel a törvénnyel a másik nagy probléma, hogy nem egyeztettek a szurkolókkal. Nagy nehezen kiizzadták a szurkolók, hogy létrehozásra kerüljen egy úgynevezett szurkolói iroda, ami most éppen ilyen felállítás alatt áll. Például elvárható lett volna, hogy a társadalmi konzultáció jegyében mondjuk a szurkolói irodát, a szurkoló képviselőit megkérdezzék erről a törvényjavaslatról, vagy egyeztessenek velük. Önök nem akartak a szurkolókkal egyeztetni, mert ez az egész törvény az azért lett létrehozva, hogy a szurkolókat kitiltsák a stadionokból. Nem, önök utálják a szurkolókat, ez a helyzet. Mert nem szeretik azt, hogy a kritikai hang van a klubtulajdonosok felé, nem szeretik azt, hogy a kritikai hang van mondjuk az MLS vezetője felé. Hát ugye emlékezzünk pár évvel ezelőtt, ha olyan rendelet volt, hogyha az MLS vezetőjét szidják, akkor le lehet fújni a meccset. Hát Ugandába szokott ilyen lenni. Hát államtitkár úr megint rázza a fejét, ez nem igaz? Nem volt olyan, hogy az MLS vezetőjét nem lehet szidni a meccsen? Nem lehetett szidni. Benne volt a rendeletben, hogy akkor a bírónak le kell fújni a meccset, hogyha szidják az. És tényleg a következő mód az lesz, hogyha mondjuk Orbán Viktor miniszterelnök úr kimegy a kedvenc csapat a meccsére, ami éppen most a videóton, akkor és az ellenfél szurkolói szidni fogják, ami egyébként a szabad véleménynyilvánításhoz való joguk, akkor le fogják fújni a meccset. De ebből a törvényből ez is, ugye, hát jó, hát majd kipróbáljuk, akkor majd államtitkár úr megint rázza a fejét, hát majd szerintem a szurkolók ki fogják próbálni egyébként ősztől, hogy mi lesz ilyen esetekben. Nézőszámmal kapcsolatban, tehát a szurkolói kártyával kapcsolatban. Olaszországban bevezették ugye a szurkolói kártyát, mondok rá példákat, ugye ott a idegenbeli meccsekre van főleg, egyébként meg a bérletesekre a szurkolói kártya. A Róma, ugye az AS Róma szurkolóinak a
előző szezonhoz képest csak a 75%-a váltotta ki a bérletet, a Napolinak a szurkolói csak 59%-ba, a Lációnak pedig csak 43%-ban váltották ki az előző szezonhoz képest a bérletesek a bérletet, a szurkolói kártya miatt. Ezt akarják Magyarországon is? Hogy az legyen, hogy azok a szurkolók, akik nem akarják, mondjuk a kanyarokba elhelyező szurkolók, majd bojkottálni fogják a meccseket, és ahelyett, hogy majd az a réteg, akit önök várnak, nem fog megjelenni, mert erre megint tudok példát hozni, amikor Kispesten az elmúlt években, ugye volt egy olyan másfél szezon, amikor a Kispest szurkolók a kanyart nem használták, és nem jártak meccse, mert a tulajdonosukkal ugye rosszban voltak, és bojkottálták a meccseket, akkor 3-600 főre csökkent le a Kispestnek a hazai nézőszáma, és érdekes módon nem jelent meg az a réteg, akit önök várnak. Nem jelent meg. Pedig akkor ott már családias volt a légkör, mert 300-an voltak. És biztos, hogy nem volt rendbontás, meg egy hangos szó se, mert nem volt szurkoló. Mert lekezelik a szurkolókat, és nem gondolják, hogy a szurkolók egyébként, van olyan erő a szurkolókban, hogyha ők azt mondják, hogy most mit tudom én, az újpesti vagy a ferencvárosi kapu mögötti rész nem fog meccsre járni, akkor meg tudják oldani, hogy ne járjon meccsre. Például rendezőkkel kapcsolatban, mert lassan lejárjuk, ezt mindenképpen el szeretném mondani. Ugye benne van a törvényben a 15. paragrafus F pontja, hogy a személyigazolványt ugye a rendezők is megnézhetik. Ugye alapvetően bizalmi kérdés. A szurkolók azért nem bíznak ebben, mert nagyon rossz tapasztalataik vannak az elmúlt 10 évből, mert meg szeretném kérdezni, és majd várok egy választ 2 percesbe, hogy tudják-e önök, hogy mit jelent a szurkolói szlengben az, hogy családlátogatás. Szeretnék erre kérdést kapni, hogy tudják-e önök, mit jelent ez. Családlátogatás. Köszönöm, tisztelt Országgyűlés! Felszólalással következik Kontrát Károly államtitkár úr, megadom a szót államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Azért gondoltam, hogy most is reagálok már a sok kérdést gyűlt föl, és nehogy az legyen, hogy mindre nem tudok, bár így is előfordulat, és majd a határozott hozatal előtt reagálnék azokra, amikre most esetleg nem, vagy ennek a vitának a végén. Az agya, hogy Gyulá több mindent kérdezett, több mindent felvetett. A 2002-ben szeretném elmondani, csak azért az igazság kedvéért, 2002-ben az a stadionavató mérkőzés, amikor a mi csapatunk, a Pelc, a Pápa Egyesített Labdarúgó Klub a Szombathelyi Haladásra játszott, akkor az ön által említett személy nem volt klubtulajdonos Pápán, ez csak a ténykedvéért szeretném elmondani. Ő 2004 nyarától került Pápára a Lombard csapatával, tehát akkor ez a motiváció még nem lehetett jelen, csak az igazság kedvéért mondom, és elmondom azt is, hogy akkor még a bíró nem fújt be a Haladás ellen 11-est, nem állította ki a közép hátvédjét, semmi olyat nem tett, ami ilyen reakciót indokolt volna, de nem akarok ebbe belemenni, csak az igazság kedvéért szeretném elmondani, hogy ön is tudja azt, hogy mi történt, illetőleg mi nem történt, vagy milyen motiváció volt. Ami az egyeztetést illeti, szeretném azt is elmondani, hogy széleskörű egyeztetés előzte meg ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását. Széleskörű szakmai egyeztetés a klubokkal, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, az ügyészséggel, legfelsőbb bírósággal, és úgy gondolom, hogy, és Szilágyi Péter képviselő úrnak is most válaszolok, hogy miért volt indokolt a sürgősség, vagy miért kértünk sürgősséget. Úgy gondoljuk, hogy ennek a törvénynek a mielőbbi tárgyalása, elfogadása és hatályba lépése közérdek, hiszen, mint ahogy elmondtam, a közbiztonság részét képezi a sportbiztonság, és hogyha ezt a jogszabályt elfogadja a parlament, hatályba lép, akkor ez egy jelentős eszközt ad a sportbiztonság és a közbiztonság javítása érdekében. Szilágyi György Dunaszerdahelyjel kapcsolatban, ugye jól emlékszem, hogy említett a Dunaszerdahely Slovnaft mérkőzés kapcsán 2008
októberében senki nem emelt szót. Hát csak, megint csak a pontosság és a precízség kedvéért és az igazság kedvéért elmondom, hogy Szijjártó Péterrel tartottunk ebben a házban sajtótájékoztatót, és szót emeltünk ez ellen a brutális támadás ellen, ami oktalanul mindenféle alap nélkül érte a szurkolókat és zömében magyar szurkolókat Dunaszerdáján. Nézzen utána az internetes hírportálokon, illetőleg az egyéb módon kontrollálja, és kérem, tegye szóvá, hogyha nem mondtam igazat, mondja nyugodtan, hogy nem mondtam igazat, hogyha ennek a nyomait nem találja. Tehát még egyszer mondom, Szijjártó Péter és Kontrát Károly tartott sajtótájékoztatót ebbe a kérdésbe, amikor ezt szóvá tettük, tiltakoztunk, és határozott magyar kormányzati fellépés.